Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor folytassuk a Vice City Stories-t. Most találkozni fogunk valakivel a reptéren. Escobar, még mindig úgy hívják, hogy a reptere? Meg sem néztem eddig. Jó, Escobar International. Rendben van. Hát jó, nézzük, hogy ki látogatott el ide, Vice City-be. Mi ez? Jive Drive? Vagy Five Drive? Fiatal pár. Végre meg hiányzik Louis. Hey, bro! Lance! Hey! What are you doing here? You don't sound so pleased. I'm not so pleased. Thanks, bro. Who was you expecting? What a greeting, man. Not you. Someone useful. So what am I? A handicap, huh? Your dumbass, low life, no good brother? Something like that. Yeah, well, I'm not the one who got kicked out of the army. No, you're the asshole who got kicked out of the Boy Scouts. Oh, come on, man. I come all this way to see you and you treat me like I got herpes. Maybe that's because your whole life you've gotten us into trouble. Oh, give me a break, man. I've changed. Okay, I'll give you a chance. One chance. Oh, yeah, yeah. Hey, come here, man. You won't regret it, baby. I love you, man. And love can change the world. But Vic. What? I have got herpes. Get off me, man. Jól van, Lance. A nagy szájú tesó. Szóval, ja, Lance eltogad a Vice City-be. És itt fog a nyakunkon ülni a cselepmi hátrálevő részében. What do you want with me? I'm not talking to you. I'm talking to him. You kill plenty cholos. Now we kill you plenty. Hurt me plenty. Na jól van, szerintem azért gyorsan itt elmentem az állást. Mert erre kifagyott az emulátor. Na jó, akkor átmegyünk Ray Shooterbe. Hát a Liberty Story-ban is szerettem a Ray Shootereket, hiába szerettem PC-n ezeket nyomni, egyszerűen kontrollerrel horribilis az egész. De vagy meg fogok békülni. Aha. Igen, igen, ezt az egész én rendeztem meg neked, Lance. Na jól van, hát jó, az előbb mondta a Vic, hogy valamint ha megjelenik Lance, akkor bajok történnek csak. Oké, és elfelejtettem, mit akartam mondani, hát ez nagyszerű így. Szóval a Ray Shooter azért nem a kedvencem. Annyit akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy ahogyan hallható, meg látható, elég jól tudok vele lőni. Mármint a maga a gépfegyver, az Uzi, az eléggé gyorsan lő. Gyere, nyilván azért van, mert így van programozva, hogy aki ül a kocsiban és tud lőni, akkor a szuper gyorsan lőjön. Csak tudom, miért nem tudok ilyen gyorsan lőni ablakon át, amikor autó vezetek. Na mindegy. Hát igen, azért vannak haverjaim ebben a városban, Lance. Azt hiszem ott van Phil, meg Louis, és azt hiszem ennyi. Ajaj, meg fogok halni szerintem itt. Na jó. Még valaki? Oké, amúgy itt nekem hirtelen beugrott a San Andreasból az a motoros üldözés. Na mindegy, jó. Jó neked annyi, te még élsz. És azt hiszem, még lesznek hárman. Jó, megvolt. Ja, és még ti jöttök. Amúgy, ha jól láttam, Vic az autóban állt, és kim voltak a lábai. Valami hasonlóan vissza fog köszönni az utolsó küldetésben. Talán mert az vagy, Lance. Na mindegy, jó, akkor kicsit bajban vagyunk a csoló bandával. És eltaláltam a saját tesómat. Húha. Na jó. Hát mondtam, Vic Vance egy sziopata, egyszerűen megölse a testvérét is. Jó, vigyelek kell a hotelhoz.
Jó, én keresek neked hotel, csak kellene nekem autó, amit tudok vezetni, és nem kapnak el a zsernyákok. Gyere csak ide, kövessél, amúgy nem tudom, hogy nem jutok a HP-t így most regenerálod az alapértelmezetre. Na jó, gyere csak ide. No, oké, tesó. Na, akkor megvan Lens, és akkor el tudok jutni a apartmanhoz, vagy hotelhoz. És én most arra gondolom, megálltam a felvételt, de ezt nem fogom megtenni, mert kíváncsi vagyok, hogy a rendőrök hogyan fognak elkapni. Taxi. Ja, ezt a pályát gyűlölöm. Amikor ide be kell menni majd bizonyos küldetésekben, akkor mindig az a kérdés merül fel bennem, hogy ki tervezte meg a pályát, mert mindig eltévedek benne. Na, jól van. Már ez a sztorinak az elején még nem kell aggódnom, hogy oda be kéne mennem bármiért is. Talán akkor kell ott valamit tevékenykednem, amikor majd helikopteres mérkületéseket kell csinálnom. És megtalálni a járművet. Na, akkor itt is vagyok. Akkor Lens itt foglak egy ideig. Impressive! This place ain't cheap! I wouldn't know! I told them to build you! Oké, rendben van. Jó van, úgy néz ki, hogy a játékban kapna... A játékban most kaptam értesítést arról, hogy ha kapok támadást, akkor a játék majd szólni fog, hogy mi van. Tehát lent a térképen elkezd majd így csipogni, vagy így pislogni, aztán majd jelzi így, hogy megtaláltak a területed, hogy jelzi még az ikont, hogy ilyen riasztójel van, vagy micsoda. Hang referenciák lesznek majd az épület ikon körül, aztán akkor ugye ez meg van támadva. Umberto Robin, ami pedig valamit írt, bár nem tudom mit. Louis is vár engem. Az össze megmondva inkább most átmegyek Umbertohoz. És majd akkor neki fog kicsit dolgozni, mert azt hiszem az ő küldetése annak, hogy sorba jönnek egymás után, és ja, igazából ennyi. Mondjuk ezt a helyet itt meg fogom venni. Azt hiszem, hogy ezen a szigeten kettő dolgot tudom megvenni, anélkül, hogy bárkinek is ártanák vele. Mondjuk, mert én nem kezdek el másokat kinyírni, vagy ellopni területeket, vagy cégeket, hogy nem lesz baj. És hát prostitúció, ez tökéletesen oda fog így lenni Louis mellé. Kicsit se fogja az őt szemét zavarni. De mondjuk csak azért építem fel a helyet, mert ez fogja a legtöbb pénzt termelni, ez a fajta cég típus, vagy minek nevezzem, épület. Na jó, akkor megkeresem a másikat is. Szerintem az lesz, hogy az alapértelmezett protection, illetve vagy védelmi pénz, illetve uzsorás helyeket fel fogom újítani maximumra, aztán azokat ott fogom majd ilyenfajta küldetéseket csinálni. De csak az alapértelmezetteket, és hogyha ott elvégeztem a küldetést, akkor fogom alakítani olyan stricis helyé, hogy még többet keressek. Na, de mindegy. A francia gyermek megvették azt a céget, ami elvileg még ingyen volt, vagy legalábbis nem volt ott semmilyen banda. Hát nem baj, úgyis itt van a közelben Umberto, megnézzük, hogy vele mi a helyzet akkor. Jó, amúgy igen, a Kuba hermezek itt még fehérek, nem volt pénz szerintem festészeté, megmaradtak az alap fehérnél. Hát jó, még a banda kialakuló félben volt. Belesétálnál már? Jó, van, oké. Okay. Nice package. Hú, ez a küldetés nem szeretem, bár megvan a maga a humora. You Umberto? Did somebody order a stripper? What? Excuse me? Because I like my bitches a bit less baldy. Me? Are you a comedian? Hoppá, egy béta fegyver. No, no. I'm a man, just like you. Umberto Rubina. Danny Trejo. You must be Vance. Yeah, that's right. So you heard about Marty? Yeah, I heard about that dumb punk. Came to an unfortunate end, huh? Bitch fight. I like that, huh? Two bitches going at it hot and sweaty. Bang, bang, bang. Semmit nem változtál. Vagy semmit nem fogsz változni inkább. Oh, yeah, sounds fun. Look, you worked for Marty for years. So in between men, can I rely on you? Sure, puppy. If you can prove to me you got some balls. Szó szerint? Go get it for me if you can. I'm not your delivery man, friend. Until I know you got some balls and some juice in them, there'll be no alliance between us. Juan will go with you. He'll tell me if you've got something down there. Okay.
Szóval ez ilyen bevetős parti. Aki megszerzi egy csomagot, elszállítja Umbertónak, az lesz a bandatag. Beoltás parti? Ja, ezt úgy kell mondani igazából. Jó van, akkor részt veszek ebben a szertartásban. You got big cojones. Amúgy az egyre igazán nagy indokom, hogy miért nem szeretem ezt küldetés, az az, hogy mindig rosszkor szedem fel a csomagot, vagy legalábbis olyan helyzetbe keveredek bele, ami miatt vagy elveszik tőlem, vagy pedig egyszerűen az autó megy tönkre. Megpróbálok mesterészkedni, mert azt a taktikát még nagyon nem használtam fel. Bár ki tudja, itt volt az előbb is egy ellenfél. Jó van, már meg is van neki. Na, előbb fogsz jönni? Aha, ott van már. El kell találnom. A francba. Az a baj, hogy ez a mesterész puska, hogy fel kell húzni lövésenként, és persze nem tudom időben eltalálni. És még dugó is van. Minden pont a legjobb időzítéskor. Hát jó, van, valahogyan utol fogom érni. Közben ez hová kanyarodik össze-vissza? Honnan jöttél te, a Series Race-ből vagy Maulik Racer-ből? Az kanyarodik össze-vissza az a kék autó, ha valaki még emlékszik arra a videóra. Na jól van. Vagy lehet nem is kell sok mindent csinálnom, csak ide megállni közvetlen mögé, azt addig jönnek, ki nem száll. Oké. Az ott egy dildó? Azt hittem, hogy Umberto Robin a csajokat szereti. Na jól van. Oké. Az lehet, hogy ez valami trófé akar lenni, hogy ő legférfias a férfi, hogy mindenféle nagy faszokat gyűjtöget. Rendben van. Mondjuk azt észrevettem ennek a kocsinál, hogy amikor megyek, akkor nem jön ki a kipufogóból a láng, mint az eredeti játékban. Jól van. Persze, hogy a főnöknek nem az a kocsi van, ami a bandájának van. Jó. Oké. Be akar minket csókolni. Hát, az nem történt, de legalább a banda tagja vagyunk. Ez van merő lépés. Hát jó van, akkor jöjjön még küldetés a kubaiaktól. Balls. Milyen kreatív egy cím. You got some Cuban in you? You look like you got some Cuban in you, lady. No, I'm from Ohio. Oh. You was so Cuban in you, lady? No, like I told you, I'm a lesbian on a committed journey with my life partner. Now, Mr. Rubina, about your father's welfare claim. Whatever, man. Vic, I tell you, this bitch is crazy for me. Uh-huh. Can you smell it? It's going wild. Always the same. Listen, you got a problem, huh? Your boy Jerry, he's causing all sorts of trouble. Martinez? Los Santos, oda van az írva. Mr. Rubina, must I remind you I am a very busy woman? Hey, baby, mira, listen. You keep your panties on, okay? I got some serious man shit to deal with my buddy. Why don't you just sit down, stay pretty? Don't worry, huh? I'll be back with some serious chorizo. You got a friend for my buddy? He's a little bit shy. Oh my. Whatever. Vic, let's roll! Erre az Umberto rá kell hívni a horny poliszt. Show these boys how to be men and take back our streets from these bitch cholos. I have my own bitch to deal with inside. You're not coming? I will be soon, but not with you, my friend. I'm hot, baby. So you coming? Na jó, van, akkor hagyjuk a szexpoénokat. Az a lényeg, hogy van ez a kettő kubai, aztán hát velük kell kinyírni néhány csolót. Nem a küldetés igazából. Ilyen, hát nem tudom, klasszikus gangster küldetés. Hát jó, guruljunk. Miért lövik azt a civilt? Jaj, neki fog venni. Ő kivette a haveromat. És az abban mind a kettő haver meg kell tartani, vagy kivel mission failed. Ne. Jó. Oké, hol a másik haver? Gyere csak. Havok. Hát valószínűleg, hogyha felmegy, akkor véget ér a küldetés. Hivatkozva arra, hogy nem végeztem elég jó munkát. Nem mind annyira zavarna. Hát az egy jó dolog a küldetésben az, hogy nincsenek túl messze az ellenfelek egymástól.
Bár azt tényleg, hogy ez nem a legkreatívabb küldetés szerintem. Ez kb. Annyira kreatív, mint Firkesz idegesi küldetése, hogy csak lövöldöztem, lövöldözött néhány csolóra, aztán le kell festetni, és ennyi. Na jó, van, még van, azt hiszem, néhány csoló, azt hiszem, hogy kétszer kell lövöldözni. Amúgy ti mire lőttök? Van bármi érdekes errefele? Nem hinném. Uff, elütöttem szegény, fel fog állni? Jó, van rendben, akkor megvédtem a területet rendesen. És olyan automat balra vannak még. Meg hát Admiral, ez nem egy rossz autó. Oké, gyere csak. Mindjárt fel fog robbanni szerintem. Lőjétek szét! Jó, jaj, mi van vissza még egy? Ösz ki, hogy én akarok nagyon sietni ezzel a küldetéssel. Komolyan, csak ott állnak és ennyi. Oké, akkor rendben. Mindegy, lemaradtak volna a scripttel, lehet, hogy nem mentem túl közel hozzájuk, aztán ez miatt fagytak le. Aztán utólag kezdtek el valamit reagálni. Talán még lesz kettő küldetése Robinának, és ennyi. Papi, don't screech! You even got any balls? Coño, man, I didn't know! And you! I've seen shit with more guts! You didn't say your father was going. Shut your mouth, lady boy! He's my daddy, and I love him. I can't believe you would do this. And you left him there to die. Umberto, what's the problem? Oh my God, I'm going to be an orphan! Oh, man, I'm sorry. How did it happen? It hasn't happened, brother. Alberto, that's his dad. He's over at the wrestling, man. So why the tears? Coño, we just saw some cholo driving over there, man. So why doesn't somebody just go pick up Alberto? Brother, that's what we said to Umberto, only he freaked out. Well, go get him. No, no way, Vic. Don't let my daddy be collected by these two bitches. He's a man. The shame will kill him. Will you go? Oh, I can't drive, man. I'm hysterical. God damn it, I'll go get him. But you owe me, you freak. You freak. Én úgy igazából Umberto karakterével semmi bajom nincsen, nem egy idegesítő alak szerintem. Bár az tény, hogy a Vice City Stories-ban, meg az alap Vice City-ben semmit nem csinál, csak elmondja, hogy menj dolgozni, aztán ennyi. Amúgy így ránézze a modelljére, nekem ebbe ugrott, hogy is hívják kicsoda? El Burro, a GTA-ban meg a GTA 1-ből. Nos, ebben a két játékban csak a hangját hallj... Nem. Hogy is fogalmazzak? A GTA 1-ben sprite-ként, nem sprite-ként, hanem inkább ilyen 2D-s ávezetőben látható volt. És a GTA 3-ban pedig egy koncepciós rajz volt túl, de inkább a hangját hallhattuk, mint telefonos küldetésadó. És szerintem ezt a El Burro koncepciós rajzot megcsináltak 3D-sen a GTA Vice City-hez. Szóval, ja, szerintem az a soha be nem mutatott El Burro igazából Umberto Robina. Ez csak hirtelen eszembe jutott. Mert hogyha megnézem a rajzokat Umbertóról, illetve Danny Trejo-ról képeket, meg megnézze ezt az El Burrót, akkor ja, nagyjából ugyanaz ugrik be. De csak az én teóriám. Lehet, hogy csak direkt azért néz ki így, mert nagyon Danny Trejo-t akartál megkérni, hogy benne legyen a játékban, aztán ez össze is jött. Na mindegy, csak nagyon hasonlít a két karakter egymásra, szerintem. Szóval mi van, Alberto? Your son sent me to pick you up. Gracias, señor. You're late. Tarde. I can't be late opening my café. In 20 years, I have never opened late. Take it easy, Alberto. No problems. Tehát amikor 87 voltál, akkor volt olyan, hogy egyszer késtél és ennyi. Jól van. Ilyen későn nyit? Jó, biztosan a tulaj az éjszakai műszakban megy. Na mindegy. A lényeg annyira nem szabad túl gyorsan menni, mert akkor szívrohamot fog kapni, szóval...
Jó, ennyi. És van is indokol, miért erre felem megyek. Hát mondta a vezetőben is, hogy csolókat küldtek ki az utcára, az útra, aztán hát valami olyan helyen kéne menni, ahol nem fogják lelőni szegény, mert valószínűleg nem élnék túl a lövéseket. Jó, akkor ezt itt domodi meg fogom kerülni. Ja, elvileg így a 90-es évei vége felénél jár már az Alberto, aztán a Vice City-ben, ami két éve később játszódik, ott talán 100-101 körül van. Na mindegy, jól eltartja magát az öreg. Meg egy kis érdekesség Albertóról, a Vice City-ben, amíg vannak cutscenek, akkor ha bár ő beszél, nincs meganimálva a szájmozgása. Most igazán mert olyan kevés a dialógusa, hogy inkább nem animál, nem szántak rá elég időt. Ó, oh, bocsi! Tehát ebben a játékban, amiben van az egy küldetésben, többet beszél, mint az egész GTA Vice City-ben. Na, jól van. Nos, szerintem az lesz, hogy növeztem magamnak hatalmas egy golyókat, és én ki fogok menni. Oké. Na jó, nincsenek nagy golyóim, félek attól, hogy bár, nem tudom. Jó, nem követnek, csak járkálnak az utcán. Gurulnak, mert minden. Jó, akkor arra sem megyek. Oda rövid irány, jobb oldalt, arra nem. Jó. Megérkeztünk. All this rushing, my heart, she's not so good these days. Hát jó van, oké, akkor megmentettük Umbertónak az apját, és jön az utolsó küldetése szerintem. Havana good time? Jó. So I ask you once more, are you man? Yeah! Then why you not like ball? Because I totally embarrassed you. Because that's something you ain't got, baby. I got a whole sack full here. Tons of them. Balls everywhere. Balls to spare. Oh man, he's certainly full of balls. You what, baby? He got big cojones, mate. Bitches here? Ah, lover boy! No, boss. Victor Vance, this is a real man with a lot of balls. You're not scared of no cholos, are you, Vic? You know I ain't scared of nobody. So show him your balls! I got big cojones. No, I was in the army, not the navy. Screw you bitches! Come on, man. I'm just messing with you. Because I got big balls. Jó, kb. Ennyit tudom mondani el az egészről. Umberto, boss, I'm up for anything, man. I just don't want to have to take my balls out again. Yeah, can we just go hitch it up and keep our pants on? Yeah, let's roll. See, Vic, they didn't want to go and now they've gone. The art of leadership, my friend, is making people believe they had the idea all along. És olyattól még a kubaiaknak sincsen meg a rendes egyenruhák, a kis utcai ruhában nyomják. My men are going to collect a little gift for the cholo. They'll meet up with you after. After what? After you clear the way for us. Then we can hit the cholos hard and take their guns. I'll coordinate the attack from here. Sure, big man. We really need a coordinator back here. Jó, akkor el fogok menni a csolóknak a bázisára, aztán kicsit hentelek ott. Na jó, van akkor jön a hentelés. Jó, elbújtál a házba. Jó, akkor én meg lefagyok és pörgök. Na jó, akkor el innen. Jó, akkor téged is lelőlek, hiába bujkászolt, látlak ám. Mi? Aha, ott van a modell. Rendesen van bújva. Hát akkor szétperlek. Jó, meg is dobhatnál Molotov koktél, és szerintem az is lesz akkor. Csak nem tudom, hogyan kell eldobni. Inni. És meg fel is áll egyből. I said we're gonna need some protection while we're loading up, man. I've got your backs. Do you like our gift for the cholo, man? Very tasteful. Ja, ízléses. Nagyon ízléses ez a pinyáta.
van. Jó, oké, hol vagy? Most kit lősz? Jó, itt van a haverod is. Na jó, ez így meg fog jelenni a hátsó ajtónál. Nem, nem, na fog. Jó. Akkor kicsit várok. Furáltában itt a két szélső oldalon szoktam megjelenni, nem pedig velem szembe. Ugyan, de minden egyes halálnál van vagy megszólalása. Meg ez, hogy utólag adja be a fájdalom hangeffektet. Hé! Hey. Csak tudnám, hogy viselkedjen takarékosan egy ilyen fegyverrel. Na jól van. Take gone, relax, just do your thing. Hoppá. Na jó, még kettő jönnek. Kicsit beakadt a modell, na mindegy. We got what we came for. We're gonna go back now, okay? Si, si, señor. Na jó, akkor innen el kell tűnnöm. Buenos días, cholos! Semmi spanyol nyelvtanom nincsen, csak megpróbálok úgy tenni, mint hogyha érdekelne az egész dolog itt. Hát jó, akkor irány vissza Umbertohoz. Hiába van társaság, szerintem túl fogom élni az egészet. Mondjuk az feltűnt, hogy a motor itt mennyivel kidolgozottabb modell, mint mondjuk a Liberty City Stories-ban. Ott egyszerűen volt egy ilyen lapos felület, és oda ráraktak egy konkrét motornak a képét, és ennyi. Itt pedig rendesen nem a modellező, úgy mondjuk a San Andreas-ban. Meg, hát nem tudom, mit mondtam a grafikáról, de szerintem azért hát jobban is nézd ki. Jobbak a tükröződések az autókon, meg úgy a textúrákon sincsen baj az épületek esetében, meg a modellek is jól néznek ki az embereknél. Talán időnként a talaj néz ki furán. Így jártak a kubaiak. Umberto Rubina says, you are a true friend. You can count on me for anything. I love you, man. Like a son or a dog. És ennyi. Hát ez mennyi lovét kaptam. Szerintem nem sokat. Csak $1800. Hát nem is baj. Jól, hölgyes uraim, szerintem azért megcsinálom Louisnak a maradék küldetését, aztán szerintem elkezdem melyik küldetésekkel foglalkozni és építeni a birodalmat. Addig is sziasztok! Na várj, én nem kaptam valami egy ilyen ruhát. Azért ezt meg szeretném nézni. Oké, szóval így néz ki a strici ruha, aztán igazából ennyi. Repo Man. Higher Muscle. Cuban Style. Jó, nem is néz ki rosszul, hasonló ingem van itthon, csak azt hiszem szürkében. Repo Man, szerintem ebbe fogom nyomni a elkövetkezendő videókat, mert ez talán a legelegánsabb. Ja, azt mondom, a repo kapom ma az uzsorásért, a másikat pedig a micsaláért, a védelmi pénzért, vagy miért. Jó, van, oké, itt fogom folytatni.